A mondat, ami a tavalyi évben nem hangozhatott volna el az agárdi szabadstrandon, most arra viszont már van elegendő víz a tóban, és az utóbbi napok nyárias időjárásának köszönhetően a hőmérséklete is megfelelő. Szerintem nagyon jó, nagyon meleg. Először még szokni kell, de utána már tök jó amúgy. 26 fokosra melegedett a Velencei tó, így nem csoda, hogy a kánikulában kora délutántól egyre többen érkeztek strandolni. Sokak a fővárosból utaztak le a tópartjára hűsölni. Én azért szeretek idejönni, mert közel van Budapesthez, hamar itt vagyok, jó a kiszolgálás, és szeretem a napot és a vizet. Utóbbi kettőből pedig pénteken nem volt hiány, rekordmeleggel tetőzött a kánikula. A délutáni órákra a csúcshőmérséklet elérte 35 fokot is a tópartján. Be kell menni a vízbe, úszikálni, lezuhanyozni. Herbaksör van, amelyiket akarsz, azt meg kell inni, vagy egy rozéfröccsöt, hát mit mondjak, ez a más nem szabad, más ne így áll. Persze az imént említett módszer nem feltétlen szerencsés a hőségben, de tény, hogy a megfelelő folyadék bevitel elengedhetetlen a kánikulában, mint ahogy a strandolás is. Fürdőzőkből pedig alig, ha nem egyre többen lesznek majd a Velencei tópartján, hiszen a pénteki nappal véget ért a tanév, ami egyben azt is jelenti, elérkezett a várva várt vakáció a diákoknak. A Velencei tavon 13 strand várja őket egész nyáron.